Olvasás éjszakája. Felolvasásokkal és soha nem látott produkciókkal népszerűsítik az irodalmat és a könyveket. Életpálya program. 64 iskolában 5000 fiatalnak segítettek a pályaválasztásban. Fagyi körkép. Kevesebb jégkrém fogyott idén-nyáron, a fagyi még mindig népszerű. Köszöntöm Önöket, híradónkat látják! Több mint 80 szerző, felolvasások és meglepő énekes-táncos produkciók. Ezt kínálja az Olvasás éjszakája. A rendezvénysorozatot szeptember 13-án számos budapesti és vidéki könyvesboltban megtartják. Az Olvasás éjszakájával a könyvkultúrát szeretnék népszerűsíteni. A könyvvásárlók és olvasók száma ugyanis az elmúlt években jelentősen lecsökkent. Egy átlagos magyar felnőtt naponta maximum 10-15 percet olvas, és bár a kínálat széles, mégis csupán 500 000 ember vásárol évente legalább 1-2 könyvet. Az elmúlt évek gazdasági válsága sem tett jót a könyvpiacnak. Az egyik legnagyobb hazai könyvkereskedés munkatársa azt mondja, az érezhető visszaesés ellenére mostanra valamelyest javultak az eladási mutatók, a legkelendőbbek pedig egyértelműen a gyerekkönyvek. Volt egy nagyon-nagyon nagy, ugye hát így a válsággal párhuzamosan egy nagyon nagy hanyatlás, és halvány emelkedés, mondjuk tavaly, idén már talán látszik, ezt mondhatom saját olyan tapasztalatból, ahol látunk valóban elesett magukat egy-egy ilyen könyvét környékén, minthogyha egy kicsit halvány javulás érezhető lenne, ami úgy bizakodásra adhat okot. Éppen ezért, vagyis a könyvkultúra és az olvasás népszerűsítésére rendezik meg az Olvasás éjszakáját. A fesztivál létrehozását a Subka Géza Alapítvány kezdeményezte, az ötlethez pedig számos szakmai szervezet és könyvkiadó csatlakozott. Az olvasás népszerűsítése hihetetlen szükség van mindenféle módon, és miután az alapítvány ebből a célból jött létre 2011-ben, és ezt tűzte zászlajára, ezért azt gondolom, hogy, és akkor most sorolhatom mindazt, amit már elmondtam, hogy az a olvasási kedv, ami a 60-as, 70-es években jellemezte a társadalmat, az oly mértékben visszaesett, hogy ma Magyarországon a lakosság fele nem vesz kezébe könyvet, mi több nem is vágyakozik olvasni. Szeptember 23-án délután, másnap hajnalig Budapest három fő helyszínén és számos csatlakozó helyszínen több mint 80 szerzővel, felolvasásokkal, énekes és zenés produkciókkal, valamint interaktív programokkal várják az érdeklődőket. Az Olvasás éjszakájának témája az éjszaka lesz. Az olvasó egy ilyen kitüntetett napon nagyon sok helyszínen más formában találkozhat a szerzővel, mint szokásosan. Másodszorban pedig, ha jól érzi magát az érdeklődő, az olvasó, akkor azt gondolom, hogy az általa kedvelt szerzőtől ott nyomban, ha nem is tőle veszi meg, hanem a hálózattól a könyvet mindjárt dedikálni tudja, és reményeim szerint a szerző is, meg a hálózat is megtalálja, úgymond a számítását, mert jól érzik magukat, és egyúttal a könyvvásárlást is talán segítik ez a rendezvény. Ezen a napon az ország egyes könyvesboltjai meghosszabbított nyitvatartással várják a vásárlókat. A szervezők azt remélik, hogy a mostani olvasás éjszakájából hagyomány lesz. Idén ismét vidám doboznapokat rendeznek a fővárosban. Szeptember 14-én és 15-én kedvezményes állatkerti gyermekbelépővel jutalmaznak minden 14 év alatti gyereket, aki legalább 10 darab kilapított italos kartondobozt visz magával a fővárosi állat- és növénykert főbejáratához. Az akciót szervező Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés az állatkerttel együttműködve a teljes és gyümölcsleves dobozok szelektív gyűjtésének fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet. Hazánkban évente közel 450 millió darab italos kartondoboz kerül forgalomba, azonban ennek csupán 19%-át gyűjtik szelektíven. Már csak egy hetük van a regisztrációra azoknak a vállalkozóknak, akik eddig hagyományos pénztárgéppel adtak nyugtát. Összesen közel 117 ezer pénztárgép érintett a cserében, eddig az erre kötelezett kisvállalkozások csaknem fele igényelt már üzembehelyezési kódot az adóhatóságtól, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Augusztus 31-ig minden érintettnek rendelkeznie kell érvényes pénztárgép megrendeléssel. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szeptember 1-től ellenőrzi, hogy az érintettek online pénztárgép hiányában rendelkeznek-e az online pénztárgép üzembehelyezéséhez elengedhetetlen üzembehelyezési kóddal. A regisztráció határidejének elmulasztása esetén a NAV mulasztási bírságot szabhat ki. Az elektronikus naplóval rendelkező gépeket az augusztus végi határidő nem érinti, azok a december 31-ig kell online pénztárgépre cserélni. A fiatalok csupán 18%-a tudja, hogy pontosan mivel szeretne foglalkozni. Ezen szeretett volna változtatni a MediaGo Alapítvány életpálya programja. A program célja az volt, hogy a középiskolások segítséget kapjanak a pályaválasztáshoz, emellett pedig az önkéntességet is népszerűsíteni akarták. A program során 64 iskolában közel 5000 fiatalt tudtak megszólítani. Autó, ház, sikeres élet. A legtöbb fiatalnak ezek az álmai. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy pontosan mivel szeretnének foglalkozni, ha felnőnek. Egy felmérés szerint a magyar fiatalok 42%-a sodródik, és nincsenek határozott céljaik. Ez volt ez az egyik gondolat, amely életre hívta a MediaGo Alapítvány életpálya programját. Az új Széchenyi terv keretében megvalósuló programmal középiskolás diákoknak szerettek volna segíteni a pályaválasztásban. A másik kiemelt cél pedig az volt, hogy az önkéntességet egyfajta lehetőségként mutassák be, hangzott el a program záró konferenciáján. Amit úgy tapasztaltuk manapság egy fiatal lát, az két út tud lenni. Vagy elmegyek valahova dolgozni, hogyha be tudok jutni, vagy tovább tanulok. Na most ennél azért hál' Istennek sokkal színesebb. A továbbtanulás semmi kizárólag felsőoktatási, hanem OK és tanfolyam, vagy bármilyen más, akár gyakorlatot szerző, vagy gyakorlati oktatásra alapuló képzés lehetne, és hát ezt nem nagyon ismerik a fiatalok. Egyébként a legfontosabb dolog az volt számunkra, hogy az önkéntességet, mint kvázi egyfajta életindító, pályaindító lehetőséget bemutassunk nekik. Ennek nagyon sok magyarországi, de most már egyre több külföldi programja is van, amire lehet jelentkezni, és ezt szeretük volna, hogy minél többet megismerjenek belőle. Béres Szilárd szerint az önkéntesség Magyarországon erőteljesen jelen van, de kevésbé tervezett, mint más nyugati országokban. Ha visszagondolunk a pár hónap az ezelőtti dunai árvízre, ahol ugye zsákot kellett rakni, ételt kellett hordani, logisztikázni kellett, ott annyi önkéntes volt Magyarországon, mint égen a csillag. Tehát látszik az, hogy valójában ez nem igaz, hogy az önkéntesség az nem támogatott. Nagyon támogatott, nem tudatos. Tehát a különbség egy amerikai típusú önkéntesség és egy magyarországi, európai típusú önkéntesség között, ez inkább ösztönös, társadalmi, valamilyen közösség, alkotó, formáló, segítő szándék, Amerikában meg tudatos, tervezett. Az életpálya program során a tervezett 50 iskola helyett 64 közép-magyarországi iskolával tudtak együttműködni. Az intézményekben önkéntesek és pályaválasztási szakemberek tartottak foglalkozásokat és tanácsadásokat. Az egy év alatt közel 5000 fiatalt tudtak így elérni. A MediaGo Alapítvány több hasonló programot is működtet. Maga az alapítvány, mint fiatalokkal foglalkozó társadalmi szervezet, nagyon sok programot futtat jelen pillanatban is. Ezt is szeretnénk folytatni, ezt is szeretnénk fenntartani, de emellett van még gyakornoki programunk, képzési, oktatási programunk, rengeteg programunk középiskolásoknak is, és végzős felsőoktatási intézményből kijövő fiataloknak is. A most lezárult életpálya program 19 millió forintból valósult meg. Ősztől akár 10%-kal is drágulhatnak a tejtermékek, az unióban ugyanis visszaesett a tejtermelés, a kereslet viszont tartósan magas. Az aszályos időjárás miatt a tej előállítása ára is emelkedik idén, azonban a szakemberek szerint ez nem feltétlenül jelenik meg a fogyasztói árakban. Már egy éve tapasztaljuk a folyamatos áremelkedést, első van tejfelvásárlási árában, tavaly ilyenkor 79 forint volt a felvásárlási ár, most 95 forint, ez közel 20%-os emelkedés mutat egy éven belül, és most már ez kezd begyűrűzni a fogyasztói árakba és a tejtermékek fogyasztói árába is. Júliusban a Tejtermék Tanács kiadott közleményében egy piacelemzés révén úgy ítéltük meg, hogy körülbelül augusztustól egy olyan 8-10%-os fogyasztói áremelkedés várható a tejtermékek tekintetében. A piaci árakat alapvetően az Európai Uniós szintű, illetve világkereskedelmi szintű keresleti piac alakítja elsősorban. Természetesen fontos tényező az előállítási költség, azon belül a takarmányozási költségnek a alakulása, de az áremelkedés nem az önköltség alakulása indukálja.
Kevesebb dobozos jégkrémet vásároltak idén az országban, mint tavaly. A forgalom visszaesésének oka a hivatalos felmérés szerint a hosszan elhúzódó tél és a későn érkező nyár volt. Az ízek közül továbbra is a csokoládé és a vanília a legnépszerűbbek. Pálcikása. Van egy ilyen doboz, és abból kell így kinyomni. A nagyokat csoki bevonattal, mandulával. Ugyanannyira szeretem az összeset. Nem tudok különbséget tenni, mert az összes ugyanolyan. Megoszlanak a vélemények, hogy melyik a legjobb fagyi. A hivatalos felmérés viszont azt mutatja, a dobozos jégkrém idén kevésbé népszerű. Még tavaly nyáron egy háztartás átlagosan 2,6 kg-nyi jégkrémet vett egy bevásárlás alkalmával. Ez a mennyiség ebben az évben 2,4 kg-ra csökkent. Az elhúzódó tél egy kicsit késleltette a jégkrém szezon beindulását. A háztartások családi jégkrémfogyasztása egy enyhén visszaesett az előző év, tehát 2012 első fél évéhez képest. Egy 12. kerületi fagyizóban több mint két évtizede árulnak fagylaltot. A tulajdonos azt mondja, szerinte a minőségi és természetes alapanyagok használatának köszönhető, hogy nem tapasztalnak visszaesést a forgalomban. Ugyanaz a mennyiségű vendég szám jött, ami szokott jönni így nyáron, úgyhogy nem kimagasló, de konstans, tehát mindig ugyanaz. A drágább márkás termékek azonban tartják magukat a jégkrémek között is. Bár csökkent a forgalmuk, mégis kisebb mértékben, mint az olcsóbb saját márkás termékek esetében. Általában a drágább finomabb, úgyhogy inkább a drágábbat veszem. A márkázott termékek számára volt kedvezőbb ez az időszak, kevésbé volt forgalom visszaesés a márkázott termékek esetében, mint a saját márkás termékek esetében. Az ízek közül a csokoládé és a vanília győzött. A vásárlók ezeket vagy ezek keverékét teszik legtöbbször a kosarukba, ha dobozos jégkrémet vesznek. Persze ezzel sincs így mindenki. Az epres fagyit szeretem jobban. A csoki fagyi. Citromos ízűt leginkább, meg a vaníliát. Menta. A hagyományos ízeket preferálják a háztartások, elsősorban a csokoládé, illetve a vaníliafogy, a gyümölcsös ízek közül az eper, de egyértelműen a pálmát a csokoládés és a vaníliás íz viszi el. A tölcséres vagy kelyhes fagyiból a 12. kerületi üzlet tulajdonos szerint viszont inkább a gyümölcsös fogy jobban, ugyanakkor a csokoládé népszerűsége itt is töretlen. A könnyebb ízeket, tehát a gyümölcsöket nálunk azért, mert a gyümölcsök mindegyik szorbé alapú, tehát vizes alapú, tehát könnyen emésztenek, egyáltalán jobban hűsítelek, mint a krémesebbek. Ugyanúgy marad a csokoládé, ami a kedvenc. A visszaesés ellenére idén minden harmadik magyar háztartás vásárol dobozos jégkrémet, jellemzően két havonta. Adásunkat megnézhetik a honlapunkon, a hegyvidéktv.hu-n a videótárban. Munkatársaim nevében is kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra!